Szűz Mária neve plébánia templom több mint 240 éve magasodik pápateszér házai fölé. Eszterházy Károly püspök építette 1776 és 78 között Pauli Mihály tervei és kivitelezése alapján. Eszterházy Károly püspökről tudni kell, hogy több mint 40 templomot építetett birtokain, és ez a késő barokk stílusú templom is egyike ezeknek. Templom a falu központi épülete, a falu egyes helyrazi száma, a legrégebbi épületünk. Előbb-utóbb minden család kapcsolatba kerül a templommal, valamilyen szertartás, családi esemény következtében. Én is itt voltam első áldozó bérmálkozó, és a családom több tagjának itt volt a házasság kötése. Kötődünk ehhez az épülethez, összeköt bennünket. A templom berendezései közül kiemelkedő értékkel bír az 1779-ből származó barokk gorgona. Mondhatjuk, hogy ez a környék legrégebbi, ma is használatos és működő orgonája, igazi barokk hangszer, minden pápateszéri büszkesége. A szentélybe, ugye jobbról jönnek be, ahogy így bemegyünk a pap a segrestjéből, és akkor a szentélyben volt gyönyörű faragott szék, ott ült a grófnő és a gróf, akkor voltak ilyen kis zsámolyok, bordó volt a bevonása, és ilyen gyönyörű faragott, és ott meg ültek a gyerekek. A plébánia épület az Eszterházy örökség legrégebbi darabja. A padláson az egyik kéményben 1732-es évszámot láttunk bekarcolva. A helyi legenda szerint III. Károly király tárnokmesterének Eszterházy Ferenc grófnak volt a vadászkastélya, és a fia Eszterházy Károly püspök, miután a plébániát megalapította, a saját vadászkastélyát adta a plébánosnak lakásul. Az 1840-es évekig ebben az épületben lakott együtt a plébános és a káplán. A plébánosnak két szobája volt, a káplánnak egy, de a falunk leghíresebb plébánosának, Markovics Jánosnak nagy híre volt, és akkora vendégjárása volt, hogy kénytelen volt a káplán szobát elfoglalni, és a káplán számára egy külön lakosztályt építeni. A plébánia épület utcafrontját három nagy helység alkotja. Közülük a legnagyobba vagyunk most, ez volt a vadászkastélynak a díszebédlője, és ebből nyílt jobbra és balra egy-egy hálószoba. A plébánia felújítása 2015-ben kezdődött, amikor újra a helyben lakó plébánosa lehetett a falunak. A falu egy emberként állt almellé, hogy ezt az épületet felújítsuk, és a plébánosnak méltó körülményeket biztosítsunk. Az épület felújításánál éreztük meg a közösségben rejlő erőt, amelyre azóta is támaszkodunk. Hátunk mögött álló épület az Eszterházy kúria, a korábbi óvodának az épülete. A kúriának az előső része, ami jól látható, ez volt a grófnak a lakása, a 19. században épült, emögött van egy összekötő folyosó rész, és leghátul van a kúria legrégebbi része, a 18. században épült istálló és a magtár. Legutolsó Eszterházy, III. Eszterházy Pál és felesége Andrássy Ilona volt, aki itt lakott 1911 és 14 között. Ezt követően Jankovics Bésán Aranka grófnő gazdasági iskolát működtetett benne. A háború után volt TS iroda, aztán pedig óvoda. Ez az épület több mint 60 éven keresztül volt a falu óvodája, ezen az udvaron játszottunk, így érzelmileg minden pápateszéri kötődik ehhez az épülethez.